Sziasztok, Vágvölgyi Bence vagyok, én az MTA Régészeti Intézetétől jöttem. És ugye amikor régészetről beszél az ember, akkor általában nem egy feltétlenül high-tech tudományterület jut a többség eszébe, pedig ma már ez korán sem így van, és az elmúlt 10-15 évben rengeteg különböző új módszer került be a mi látókörünkbe is. A mai előadásom témája az csak egy ezen módszerek sokasága közül, méghozzá a 3D fotogrammetriának az alkalmazása, ami pár éve jelent meg és rohamosan terjed a régészetben. Nagyon röviden a technológia lényege, hogy ha kellő mennyiségű, egymással átfedésben lévő digitális fényképet készítünk egy tárgyról, akkor megfelelő célszoftverrel, ez a mi esetünkben az Agisoft Photoscan Professional, ezzel 3D modellt lehet előállítani az adott tárgyról, ugyanis a szoftver képes kielemezni a képek közötti átfedést, amiből aztán vissza tudja vezetni, hogy egymáshoz képest honnan készültek ezek a fényképek. Ezek után pedig a képek tartalmát kielemezve először egy pontfelhőt tud létrehozni, majd pedig ebből a pontfelhőből egy 3D modellt, amit aztán mi úgy textúrázunk, ahogy akarunk, illetve szükség szerint georeferenciát is lehet hozzáadni. Ugye, ahogy mondtam, az egyetlen input, ami szükséges ahhoz, hogy egy 3D modellt kapjunk, az a digitális fénykép, és ez nagyon jól használhatóvá teszi a módszert, miután ugye nem szükséges hozzá speciális műszer, nem szükséges hozzá speciális személyzet, azt, hogy ehhez megfelelő fotókat készíts, azt pillanat alatt meg lehet tanítani gyakorlatilag bárkinek. Az egyedüli műszer maximum a georeferenciához szükséges geodéziai mérés, de az már mondjuk egy ásatáson ma már alapfeltétel. És éppen ezért egy terepi körülmények között is egy nagyon jól használható módszer. Amit most itt kivetítve láttok, az a Csókakői várnak az idén-nyári ásatása, az erről készült 3D-s modell, ami összesen 446 darab fotóból készült, és körülbelül ezeknek a fotóknak az elkészítése kint ott a helyszínen egy órát vett igénybe nagyjából. És ebből természetesen sok irodai feldolgozás után jött létre egy nagyon részletes, több mint 10 millió síklapból álló 3D-s modell. Ugyanennek a területnek legalább körülbelül ennyire részletes feldolgozása hagyományos papír alapú módszerekkel napokat vett volna igénybe. És pont ez a módszernek az egyik legjobb része, hogy nagyon gyorsan lehet nagyon részletes adatokat készíteni. Tehát akár egy ásatás többször folyamatosan napról napra is fel lehet mérni ezzel. Amit most itt látok, az már egy bronzkori lelőhely Kakucs Túrján mögött az ő neve. És idén nyáron volt itt ásatás. A két fázis, a két modell az gyakorlatilag ugyanazt a szelvényt ábrázolja, csak körülbelül egy hét eltéréssel, de természetesen ugye, ha akarnánk, akkor minden nap lehetne modellt készíteni, akár az egész telőhelyről, és egy nagyon jó minőségű modellt lehetne készíteni, vagy akár csak az ásatás egy szeletéről, vagy akár csak egy-egy objektumról, és tekintve, hogy georeferenciával lehet ellátni ezeket a modelleket, nagyon gyorsan térinformatikai környezetbe lehet helyezni az egyes modelleket, egymásra lehet vetíteni a különböző fázisokat, és nagyon jól ki lehet elemezni a változásait a lelőhelynek. Ugye, ahogy már mondtam, az egyik előny az így a gyorsaság, viszont az is benne van, hogy ezzel egy nyers háromdimenziós adatot kapunk az ásatásról, ami eddig lehetetlen lett volna. Az ásatási dokumentáció az még ma is nagyon nagy részben papír alapon történik, írásos feljegyzésekkel,
kinn a terepen készült felülnézeti vagy oldalnézeti rajzokkal, ami már önmagában is egyfajta interpretáció, már önmagában is egy értelmezése ott kint a terepen. Amennyi a 3D fotogrammetria segítségével viszont ez az interpretáció megmarad későbbre, ugyanannyi szóban, akárhányszor fel lehet dolgozni a lelőhelyet, akárhányszor értelmezni lehet, ha egy év múlva jövünk rá, hogy valamit nem jól értelmeztünk, ezt mégsem így kéne érteni, akkor bármikor meg lehet csinálni. Ez a hagyományos dokumentációnál, mivel ugye a lelőhely a feltárással együtt megsemmisül, ez nem lehetne lehetséges. Ráadásul a 3D-s adatokat lehet kidolgozni az eddig hagyományos kétdimenziós adatok helyett, ami nagyon kibővíti az elemzési lehetőségeket térfogatméréssel, minden egyébbel. És ez még csak az ásatási felhasználása ennek a technológiának. Ha minden elemét ki akarnám elemezni, akkor szerintem nem maradna nagyon sör, vagy bezárna a hely. Úgyhogy azt csak tényleg már csak említeném, hogy ugyanúgy, ahogy a módszer bemutatásánál tárgyakon is lehet alkalmazni, tárgyakat is lehet modellezni, régi fotók feldolgozása, drónról készült képek feldolgozása is lehetséges, és részben például nagyon jó prezentációs eszközöket is ad a régész kezébe, hiszen bármikor rá lehet közelíteni bármelyik részletére az ásatásnak, bármilyen szögből be tudja mutatni, ha kell, és nagyon jó kollaborációra ad lehetőséget. Én most így ennyit szerettem volna, de nálam van 3D-s modell, amit sör mellett nagyon szívesen megmutatok, és sör mellett még mesélek is akár, vagy kérdésekre is nagyon szívesen vállalkozok. Igen, ez egy neolitikumnak a modellje. Igazándiból a lézerszkenner is az egy hasonló technológia, tehát ezt alkalmazzák, csak annyi, hogy az ugye ott kell lennie a lézerszkennernek. Tehát, hogy a feldolgozása ennek szoftverrel történik a fotókból. Ha az ember csak a 3D modellre kíváncsi, akkor akár azt is meg lehet csinálni, hogy csak betölt 400 darab fotót, aztán automatán feldolgozza neki a szoftver. Itt gyakorlatilag nyersen a fotókból is lehet dolgozni. A lézerszkennertől tényleg az különbözteti meg, hogy más az input, tehát nem egy lézerszkennernek a pontjait kapod meg, amiből dolgozom. Tessék? Mondjuk a lézerszkennert szíves pontosságban? Hát némi eltérés van, de minimális. Tehát ha jól emlékszem, görög kutatók végeztek ezzel méréseket, hogy ugyanazt lemodellezték lézerszkennerrel és fotogrammetriával is, és pár milliméter, sőt gyakorlatilag milliméternél is kisebb eltérések voltak, csak maximum. Minden azon múlik, hogy mennyi képet, meg milyen képeket, meg milyen szögből fotózott. A BM-en van egy cég, egy spin-off cég, a Scan 3D, nem tudom, hallottatok már róla. Róluk, ők például Androidra is fejlesztenek egy hasonló szoftvert, nyilván egyszerű. Tehát ilyetek csak ők terveznek Foltonon is több platformon, ez egy érdekes lehetőségben. Érdekesen hangzik, hát ugye itt a lényeg az, hogy utólag az irodában végezzük el a modellezést, tehát ezt úgy mobil platformon annyira azért nem gondolkodtunk még benne, persze akár előnézetre, hogy minden képet megcsináltunk-e, arra érdekes lehet, de pont az részben a jó benne, hogy csak az ember fotóz és már dolgozhat is tovább a terepen, rengeteg kinti terepi munkát meg tud spórolni. Most mondtad ezt, hogy az ember csak fotóz, ez hogy néz ki? Tehát, hogy a várba elkezdek fotózgatni össze-vissza, vagy pedig van valamilyen, be kell járnom egyfajta utat, tudnom kell azt, hogy
hogyan is fotóztam, vagy vannak markerek, vagy hogy működik ez? Hát ugye alapvetően, ha visszamegyek a módszerhez, ha megnézed, akkor ott a képek illesztésénél, ha egyszerűen egy simán körbejárható tárgyat modell ez az ember, akkor megpróbál egy kupolaként körülötte fotózni. Ha a várban fotóz az ember, akkor ugye megpróbálja minél jobban úgy végigfotózni, hogy minden látszódjon, és minden látszódjon legalább két félszögből. Nem számít neki. Nem. Gyakorlatilag a szoftver minden képet összevet minden másik képpel, és keres egyezéseket, tehát eléggé komoly hardware igénye van, de nem számít neki, hogy milyen sorrendben fotóztál. Ami miatt markerek számítanak, az a georeferencia. Tehát ahhoz, hogyha te georeferenciával akarod ellátni a modellt, akkor kellenek olyan markerek, amiket te leteszel, és utána a fotókon is felismered, és odabögsz neki, hogy ez itt a hatos számú marker, most mondtam valamit, aminek XYZ koordinátája az ez és ez, és ezek alapján tudja, ha három marker van, akkor már tudja georeferálni, persze minél több annál jó, de egyébként markerek se kellenek neki feltétlenül. Amiért indianos azt kérdezel, hogy a fényképezőgéppel nem egyszerű felkülönítót és körbeképezőzetet? De. Még kérdés? Lehet drónról is, tehát ugye, ahogy mondtam, légifényképezést is fel lehet vele dolgozni, és értelemszerűen nekünk is az a célunk, erre már elkezdtünk, már vettünk is drónt erre a célra, csak mi nem üzemeltük be. De nekünk is az a cél, hogy az ember nap végén csak felszáll a drónnal, három párhuzamos vonalban végigrepül az ásatás fölött, és kész, megvan az összes fotó, nem kell az én két lábamon bejárni. Ez is egy lehetőség. És a tárgyfotózásban ezt a módszert csak katalogizálásra használjátok, hogy amikor restaurálják, akkor tudják arra használni, hogy kaptak egy zsák cserepet, ami kilettáspolom egy gödörméről, akkor mondjuk a számítógépet összerakja, vagy ilyesmi. Igazándiból mi még csak kísérleteztünk vele, tehát ez az idol, amit láttatok, ez még csak egy kísérleti alany volt, hogy nézzük meg, hogy tudunk-e ilyet is modellezni. De én látom benne ezt a potenciált is, de még nem volt rá időnk, lehetőségünk, hogy ezzel kísérletezzünk. Elméleti gátját én nem látom annak, hogy ezt ne lehetne megoldani. Majd. Ilyen sok próbaverzió, kirek próbálnak? Ebből a szoftverből, ha jól tudom, 30 napos próbaverzió az elérhető, az letölthető, és egyébként ugyanerre a megoldásra vannak ingyenesen elérhető szoftverek is. Mi inkább egy fizetős szoftver mellett döntöttünk, pusztán kényelmi jog volt, tehát az ingyenes szoftvert azt több kolléga is mondta, hogy működik, jó, de sokat kell birizgálni, mire kapsz belőle egy 3D modellt. Na most, ha az ember egy ásatást végig akar modellezni minden nap, minden objektumról, több száz modellt akar legenerálni, akkor komoly időtényező, hogy kényelmes legyen a szoftver, és mi ezért mentünk a fizetős irányba, de egyébként ingyenes megoldás is. Mi a neve a programnak? Amit mi használunk, az az Agisoft Photoscan, ez egy orosz fejlesztésű szoftver, illetve van még egy Virtual SFM nevű szoftver, ami, ha jól tudom, akkor az ingyenes és használható. És ez milyen vasonfut? Mi még egyelőre egy sima asztali PC-n használtuk. Igazániból minden azon múlik, hogy hány fotót akarsz feldolgozni. Ha 20-30-50 fotóval dolgozol, akkor egy sima otthoni PC-vel is lehet 3D modellt generálni, csak ugye nem lesz olyan részletes. Itt már mondjuk a 440 fotónál ezzel az én benti vasam, ami azért nem egy gyenge gép, az egy éjszakát azért elkerreget rajta, tehát azért ez skálázódik azzal, hogy mennyi képet akarsz felhasználni. CPU-val vagy GPU-val dolgozik? Alapvetően CPU-val, de a RAM is egy nagy, a RAM főleg az, amiből ki tud fogyni, amikor modellez. Tehát az egy ilyen, kicsit ilyen bottleneck, tehát. Ugye? Mennyire érzékeny ez a módszer a fényviszonyok változására, árnyékok, felhők, időteli
Hát abban a szempontból érzékeny, hogy meglátszódnak rajta az árnyékok, tehát magát a textúrát is, amit ráhúzol, illetve a pontoknak, a pontfelhőben felismert pontoknak a színe is függ attól, hogy mi látszódott a fényképen. Például, ha megnézitek itt a modellen, a lenti rész az nem azért szürke, mert a várnak az a része az nagyon szürke lett volna, hanem szimplán csak azért, hogy amikor ott elkezdtem lent és végigfotóztam, akkor amikor már az aljánál végeztem, akkor döbbentem rá, hogy a fényképezőgépet nem jól állítottam be, és a színbeállításokat nem jól csináltam, de már úgy voltam vele, hogy azt az egész részt nem fogom újra csinálni emiatt, és ezért lett ennyivel szürkébb az a rész ott. Ilyen szempontból érzékenyre. Említetted, hogy a gép maga barkóbázza össze, melyik részhova tartozik. Van esetleg olyan opció, hogy a GPS-es metadatát használják fel, mint egy ilyen, nyilván nem méter pontosan, de egy jó kiinduló pont lehet meg a gépnek. A GPS-es metadatát én nem láttam, ilyen beállítást lehet, hogy dolgoznak ilyen fejlesztésen. Ugye a probléma az nagyon nagy vonalakban tudná belőni csak, mert ugye ez nem 3-5 méter pontosságú, vagy javítsatok ki a tévedek, körülbelül a fényképezőgépnek a 10 méter? 10 méter pontosságú a fényképezőgépnek a GPS-en. Na most ez a terület itt, ami itt a modellen van, ez egy 20x20 méteres terület, ezen belül annyira nem. A képek metaadatait azt használja a szoftver, tehát az muszáj is neki. Pont emiatt van az, hogy csak digitálisan készült fényképet tud felhasználni, tehát papírról beszkennelt fényképekkel nem tud mit kezdeni, mert rengeteg metaadat hiányzik. De a GPS adatokat nem tudok róla, hogy használná. Utolsó. Akkor még egy kérdés volt? Nem látom. Akkor sörmelem.